Idén már hetedszer rendezzük meg az Érdi Ipartestület kupát. Talán bizonyítjuk azt, hogy helyünk van itt az érdi sportéletben. A kéziletben is mindig helyünk volt, de most a sportéletben is már 7 éve már tevékenyen részt veszünk. Az érdi lányok mellett a Budaörs, az MTK és a Kecskemét szerepelt a rangos tornán. Az első napon a Budaörs 31-29-re verte fővárosi ellenfelét, még a miénk a Kecskeméttel találkoztak. Minden védekezést próbálgatunk, meg úgy, amit nagyon remélek, hogy amit így be tudunk így meglepetésként csenni így a magyar bajnokságba. Aztán úgy meglátjuk, melyik a legjobb, azt tudjuk, hogy a hatos falunk ez természetesen nagyon jó, abba bízunk. 4-2-t is meg kell próbálni, ez is nagyon zavaró lehet más csapatoknak. Itt az idő, hogy ezeket gyakoroljuk. Az élvonal újonc ellen több játékelem mellett a 4-2-es védekezést is gyakoroltuk. Narancsmezes lányaink a szünetre 13-13-mal vonulhattak. Egy kicsit nehez volt a mérkőzés, nagyon agresszív volt a Kecskemét, de tudjunk megadálni ezt a mérkőzést, szóval ezek nagyon pozitív pontja. Szerintem nagyon küzdöttünk. Nekünk ez kicsit új a 4-2, próbáltunk a legjobb csinálni. És nem volt annyira rossz, de ezt lehet jobban csinálni is. A térfélcsere után végül elléptünk ellenfelünktől. Csapatunkból 11 játékos és gólt szerzett a 30-24-re végződő mérkőzésen. Épülünk el, még bőven van mit fejleszteni, és szerintem erre is jó ez a kupa, hogy látjuk, min kell javítani. Nagyon sok hiba mutatkozik meg, úgyhogy tudjuk, mi az út. Szerintem holnap keményebbek leszünk. Úgy nagyjából biztos vagyok, hiszen ez ma nem látszott, de egyébként nagyon jó állapotban vannak az embereink, remek állapotban. Szokták mondani, a felkészülés az erre szolgál, hogy minden nap lépjél valami belőle. Holnap én szerintem, legalábbis remélem, jobb lesz. Aztán majd meglátjuk, az MTK-val játszunk, egy nagyon egységes, minden poszton jó erőkből álló csapat. Mert csatákat szoktunk velük vívni, szerintem holnap is így lesz. A második napon 36-29-re verte a Budaörs a Kecskemétet, még az érdi lányok az MTK-val találkoztak. Ez amúgy a tegnapi meccs sikerült úgy, ahogy szerettük volna, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna javítani a tegnapit, és sikerült. A 6-szor betaláló Tóth Gabriella és a 8 gólos Katarina Kripes Lezák vezetésével már az első játék részben 7 gólos előnyt építettünk ki. Szerintem az első meccsen egy kicsit ilyen nyögvenyelősre sikerült az egész, szóval, hogy nagyon akartunk, de nem úgy jöttek a dolgok, és akkor ebből már egy kicsit úgy az önbizalmunk is lejjebb ment. Szerintem most úgy nem koncentráltak voltunk az első meccsen is, de most koncentráltabbak voltunk, szóval jobban figyeltünk arra, hogy tényleg mindent nagyon-nagyon pontosan csináljunk, és szerintem ez úgy önbizalmat is adott, mindenki egy kicsit meg is nyugodott, úgyhogy ebből lett az, hogy úgy szerintem úgy könnyebben nyertünk. A második fél időben tovább növeltük vezetésünket, a végigvédő Zsili Foggia több ragót is bemutatott, elől pedig 12 kézilabdázónk is bevette ellenfelünk kapuját. Csapatunk 38-27-es győzelemmel köszöntötte születésnapján vezetőedzőnket, Szabó Edinát. Mindenképpen remélem, hogy boldoggá tettük ma. Boldog vagy a meccs után? Én nagyon boldog vagyok, mert azt gondolom, hogy jól játszottunk, és jó, hogy ilyen nagy különbséggel tudtunk nyerni. A torna bronzérmese a Kecskemétet legyőző MTK lett, még az utolsó mérkőzésen a verhetlenek csatájában a Budaörssel csaptunk össze. Felkészülés megfelelő szakaszában, hogy ebben a szakaszában megfelelően áll a társaság. Ugye rengeteg munka van még, az látszott, azért sok hiba volt, de hát úgy gondolom, hogy az első meccsen ott az a megilletődöttség még látszott a csapaton, viszont utána a második és a harmadik meccsen eléggé meggyőzően tudta bizonyítani az erejét. A kupa utolsó mérkőzése előtt Tekauer Norbert klubunk elnöke köszöntötte ifjúsági együttesünk két tagját, Király Békát és Alandi Gabriellát, akik nyáron az U17-es magyar strand kézilabda válogatott tagjaként világbajnoki címet szereztek. Az első helyet eldöntő találkozó negyed óra elteltével 6,
míg a szünetben már 8 góllal vezettünk. A végig kiválóan teljesítő, a torna legjobb kapusának is megválasztott Janori Kinga mindössze 9 lövésnél nem tudott védeni a fél időben. Két komoly kapus van, de az én kapustársam is elég nagyon-nagyon jól tud védeni, és én aminek nagyon örülök, hogy meg tudjuk osztani a meccseket, és hogyha esetleg egyikünknek nem megy, akkor a másik ki tudja segíteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én úgy gondolom, hogy ez a cím, ez így az egész csapaté, mert hogyha mondjuk nem úgy védekeztek volna előttem, vagy nem úgy segítettek volna, akkor nem sikerült volna ilyen jól védeni. A második fél időben tovább növeltük vezetésünket. A torna gólkirálynője és egyben legjobb játékosa, Katarina Krépes Lezáki 8 gólt tett hozzá csapatunk teljesítményéhez, de ezen a meccsen is több mint 10 érdi lányt talált a kapuba, ami mutatja igazi csapatmunka eredménye a Budaörs 36-23-as legyőzése, illetve a 7. érdi ipartestület kupa megnyerése. Nagyisek voltunk, nagyon jó volt a védekezés, Janur Kinga volt, junior, nem, remek volt, és ennyi, urulók vagyunk. Gratulálok ehhez a kupa győztességhez, ez így egy kis előkészítő kupa, ugye rögtön kezdődik már a bajnokság, és én nagyon remélem, hogy a bajnokságban is legalább ilyen lesz, hogy 3 mérkőzésből 3-at nyerünk, és akkor ez így megy tovább, akkor ez biztos, hogy eredményes lesz. Az eredményhirdetés előtt Érd megyei jogú város polgármestere Tímészáros András gratulált városunk büszkeségének Milák Kristófnak, aki ezüstérmet szerzett a budapesti vízes VB-n. Klubunk nevében pedig csapatkapitányunk Januri Kinga adott át egy népre szóló meszt Kristófnak. Saját eredménynek nagyon örültem, és az, hogy ilyen gyorsan befogadtak, az nagyon jó érzés, és már az is, hogy kaptam tőlük egy névre szóló pólót. A torna legjobb fiatal érdi játékosa Reisinger Sára lett. Nagyon kedves, mindenki befogadóak és segítőkészek. Tehát a pályára kerülés óta, mint fiatal játékosként is pályára kerülök, mindenki nagyon segítőkész. A hangulat azt gondolom, hogy egészségesen fáradt. Ez teljesen természetes. Nagy kalandra indulunk Koreába, ahol 6 mérkőzést fogunk játszani. Különböző csapatokkal, válogatottakkal, illetve klubcsapatokkal. Lesz egy időeltolódás, van az időjárás, van egy hosszú oda-vissza repülőút, úgyhogy ezekkel kell megküzdeniünk. De azt gondolom, hogy azért vállaltuk ezt a felkészülésnek a végső szakaszába ezt a különleges utat, mert meg szeretnénk nézni, hogy hogyan reagál a csapat, hogyan tudunk nem csak szakmailag, hanem emberileg is egy nagyon klassz közösséget építeni.